Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ma is csak egy gyors videóval köszönök be nektek, mert most egy kicsit különlegességet készítettem, amit én találtam ki. Gondoltam, hogy elmondom, hogy mi ez a kis kreáció. Amúgy nagyon finom, nem nehéz. Igazából palacsintával szerettem volna készíteni, de nem akartam annyit pancsolni, úgyhogy tortilla alapokkal van. Hát mondhatni majdnem olyan, mintha lazanyát ennénk, mert igazából a történet arról szól, hogy nézzétek, így lehet, hogy látszik. Itt vannak szépen a tortillák, a batyuim. Alul, de most nem látszik, mert felszedtem, alulra is került nagyon finom bolognai szósz, de nem kimondottam, mert ebbe még zöld borsó is került, sárgalépa, nagyon finom, zöldséges, hát ilyen darált húsos, paradicsomos, zöldséges, fokhagymás, isteni finom szósz, és akkor ez a darált húsos finomság, hát mondom, majdnem olyan, mint a bolognai, de nagyon finom, tehát az került bele a tortillákba, batyuként becsomagoltam őket, és akkor került egy kis ragú az aljára, rátettem sorba így a kis batyukat, és isteni finom, jó, sűrű, krémes besamelt készítettem, azt nyakon öntöttem vele, és cheddar és mozzarella sajttal van meg szórva. Tehát van ebben minden, bazsalikon, petrezselyen, fokhagyma, ugye, répas, zeller, zöld borsó, répát egész beraktam, most nem reszeltem, vöröshagyma, fokhagymát, most itt szétvágtam az egyik patyut, itt látszik az isteni krémes, finom besamellem, és hát így, ugye így meg van töltve, nem tudom, hogy látszik-e. De egyébként ízre olyasmi, mintha lazanyát enne az ember, hát csak most nem lazanyát készítettem, hanem egyszerűbb volt ilyen tortilla alapokba göngyölni. Úgyhogy ez is egy ilyen kis változatosabb, kis ötletes dolog, gondoltam, megosztom veletek. Fogadjátok szeretettel, és ha tetszett a videó, lájkoljatok. Mindenkinek csupa szépet, jót kívánunk. Sziasztok!